keserű ízű ébredés, kideg az ágya véget és unvár, másod el ma áll. Ki keresi néha két kezed, a szerelem és a képzelet, amin át a szívem vissza rád. Folyamatosan kattogok mindenféle új dolgon, nyilván United-del folyamatosan dolgozunk. Majd egy szerelem gyerekem, ez a Be The First nevű zenekar. Most csináltam meg a harmadik nagy lemezt, és most folyik a turnéja is. Ebben az évben leszek ugye 40 éves, és így van egy csomó olyan dolog, ami leülepedett bennem, és így már sokkal nyugodtabban tudok akár nyilatkozni róla, vagy éppen megénekelni egy dalban. Kísér az én, ki a kígyán fél. De különösen áll a másikban, idegen mindentén megparkol át, csak hálat vár a rád. Legyen álmod szép, hitel úgy sem tűnik. Egyes kézilabda mérkőzésre még nem voltam, fantasztikus volt. Látni azt, hogy hogyan váltanak taktikát, hogyan cserélik az embereket a taktika miatt, vagy éppen a taktikát az emberekre építik, szóval annyira bonyolult, hogy szinte már egyszerű. És én elég, tehát így gyorsan is elemzek, és így gyakorlatilag folyamatosan ezt csináltam közben. És hát nyilván az a hangulat, ami ugye átjön egy ilyen, majdnem azt mondtam koncerten, az ma, tehát egy meccsen, az nagyon hasonlít egy koncert hangulatára. Amit a félsz nagyon, kérdés, amire választ is tudom. Csak ha már túl vagy a holnapon, úgy sem tudod, hogy mennyit érsz. Játszol, de mikor végül véltél, amit már lehet, hogy túl jár. Néha üres a szív, s lehet édes a fény, és a rossz úgy jár a tók. Tudj énekelni, ilyen ez a kösem, és ha végélsz, nem számít, hogy a tűz után jön a sorba. Mindegy, milyen rossz vagy jó az így. Nagyon-nagyon fontos, hogy tudja kommunikálni az emberekkel a zenémen keresztül, és ez a két dal, a Végső Valamás és a Keserű Méz, pont azok, amiket nagyon jól ismernek, és én is nagyon szeretek, úgyhogy nagyon jó hangulatuk is. Mini koncert volt. Mindegy, milyen rossz vagy jó az íz. Mindegy, milyen rossz vagy jó az íz. Mindegy, milyen
milyen rossz vagy jó az én. Köszönöm szépen mindenkinek, jó szorkolás, szevasztok!